Új tárlat várja a látogatókat Szombathelyen a Püspöki Palota Szállat Aréna termében. Ezúttal az egyházmegyei gyűjteményekben fellelhető, Mátyás királyhoz köthető, illetve az ő korából származó értékes kiadványokat, tárgyakat, emlékeket ismerhetik meg az érdeklődők. Ezeket a köveket Szavária alapítói, a rómaiak készítették. A 15. században Mátyás király uralkodásának évszázadában bukkantak újra elő. Ezek is láthatók az új tárlaton, ahol még például a hívek számára készült a gyónást segítő könyv, vagy a papok számára hasznos tudnivalókat tartalmazó kiadvány is megtekinthető. A válogatásnak az volt a lényege, hogy bemutassuk a 15. század végi tudományos világképet és az egyházi irodalmat, főként ugye ilyen jellegű, ilyen témájú könyvek maradtak fönn. Mátyás olyan korban élt, amely mélységesen keresztény volt, és ez a királyi udvaron is látszott, mondta köszöntőjében Székely János megyés püspök. Ő maga szinte minden nap misén vett részt. Szinte minden este vesperáson, ahol az általa létrehozott nagy létszámú közel 40 fős kapella gyönyörűen énekelt. Minden böjtöt nagyon szigorúan, komolyan megtartottak. Mátyás király nagyon szerette a szerzetességet és támogatta. Így például a ciszterrendet, pálosrendet, obszerváns ferenceseket, az ágostonos remetéket, a Margit-szigeti domonkos apácákat nagyon sok rend mögött ott állt a király jó indulata és támogatása. Mátyás király mély vallásosságát, őszinte hitét nem lehet megkérdőjelezni, annak ellenére sem, hogy voltak vitái a Szentszékkel, például főpapi kinevezések miatt. Ezt már Török József egyháztörténész mondta a megnyitón, hozzátéve a pápaság is bátorította a királyt, hogy akárcsak apja Hunyadi János, ő is legyen Európa védelmezője az Oszmán Birodalom és az iszlám hit ellen. Mátyás király humanista volt, reneszánsz fejedelem, de ami a legfontosabb, egy hívő keresztény ember, aki hivatását, ami az uralkodás volt, és a magyar királyság védelmezése, hivatását hitéből fakadóan mindvégig ellátta. A tárlat december 20-ig látogatható a Püspöki Palota Szállat Aréna termében.